Az Inspibox az én szívem csücske, nem tudom, hogy mennyire követétek, 2 évvel ezelőtt született, akkor találtuk ki, ez egy élményekkel teli alkotódoboz, és nagyon sok verziója volt már, vannak olyanok, amik egész évben elérhetőek, például a tavalyi év slágere a 3.0 volt, és vannak olyanok, amik szezonálisak. Most egy vadi új koncepciót találtunk ki, mindig úgy találjuk ki a koncepciókat, hogy figyelünk a visszajelzéseitekre, és mivel a festékfolyatós festéköndös úgynevezett pouring technika iránt rengetegen érdeklő, ezért most azt találtuk ki, hogy csinálunk egy kifejezetten ilyen speciális Colorflow Inspi boxot, amiben a festéköntési technikához minden megtalálható. Ez tulajdonképpen egy nagy családi alkotás is lehet, hiszen 3 vászon van benne, úgyhogy ezt akár mindenki egyet csinálhat, lehet folytatásos vagy egyesével is föl lehet rakni. Tehát, hogy ez az alapja, hogy erre kerülnek majd rá a festékfolyatások. Van benne ez a pouring médium, illetve kapcsolódóan hozzá a szilikon olaj, ettől sokkal ilyen szigetesebbek, foltosabbak, márványosabbak lesznek majd a festék mintáink, amiket öntünk. Van benne 2 gumikesztyű, hogyha nem szeretnétek festékesek lenni. Vannak benne kis poharak, amiben el lehet keverni a festéket. Ehhez tartozó spatulák, és van benne rengeteg szín, összesen 7 darab. Fekete-fehér, azzal lehet világosítani és pasztelesíteni a színeket. Egy gyönyörű arany, zöld, kék, egy metál piros bordó és egy metál lila, és ezekből lehet kitalálni, hogy milyen árnyalatokat, milyen színhatást szeretnétek létrehozni, és akkor elkészíthetitek a saját alkotásotokat. Most én is elkészítek párat, hogy megmutassam, hogy mennyire különbözőképpen lehet ezt önteni, és ezzel is inspirálnak titeket a festékfolyatásra. Többféle keverési mód van, azt is lehet, hogy egy pohárba kikevertek egy színt, és utána összeöntitek a pohárban még a színeket, ilyen rétegzetten, és úgy kerül rá a vászonra, de azt is lehet, hogy a pohárból különböző érzésre, zenére, mondjuk hallgatok egy zenét, akkor ráöntitek egyből a vászonra a festéket, és úgy kezditek el folyatni. A pouring folyadékot körülbelül fele-fele arányban kell a festékhez adni, így nem változtatja meg a színét, viszont megfelelően fog folyni a festék. És szerintem érdemes egy kis szilikonolajat is hozzáadni, hiszen ettől sokkal márványosabb lesz majd a hatása. Az árnyalatokat a pohárban is ki tudjátok keverni, mindig adagoljatok hozzá inkább kevesebbet, keverjétek el, nézzétek meg, hogy tetszik-e az árnyalat, és utána lehet még változtatni rajta. Na és ha készen vagytok a különböző árnyalatokkal, akkor kezdődhet az igazi móka. Először most úgy csinálom az első vásznomat, hogy egyenesen a vászonra öntöm, és a másodiknál pedig a poharakat össze fogom rétegezni. Bele lehet nyúlni ecsettel, vagy akár a spatulával is közben is, ahogy érzitek. Természetesen lehet a fehér alapnak valami más színt is adni, és akkor nem kell teljesen beborítani magát a vásznat a folyatott festékekkel. Én szeretem úgy elkészíteni a képet, hogy az oldalára is kerül a festékből, úgyhogy arra is figyelek, hogy oda is szépen mindenhova kerüljön. El is készült az első alkotás, ezt most félreteszem száradni. Ennek tényleg olyan márvány hatása lett, hát a színekben nem hasonlít a természetes márványhoz, viszont a textúrában nagyon. A következőnél most a pohárba rétegzem össze a különböző színeket, és úgy öntöm rá a felületre. Thank you.
Egyébként félelmetes, hogy pont ugyanazokból a színekből mennyire más alkotás kerekedik ki. A harmadik alkotásnál az lesz a fő különbség, hogy itt használok feketét is, egy picit máshogy használom a színeket, egyből ugyanúgy, ahogy a legelsőnél a vászonra öntöm, viszont lefelé csorgatom. Azért szeretem ezt a technikát, mert mindig más és más hatást lehet vele elérni, nem lehet elrontani, tehát ez mindenkinek sikerül, úgyhogy érdemes kipróbálni, érdemes egy közös alkotást szervezni, akár a családdal, vagy egyedül is elkészíthetitek ezt a három képet. Hogyha csak azokat a színeket használtok, amik a dobozban vannak, akkor biztosan harmonizálni fognak egymással a képek is, úgyhogy akár egymás mellé is ki lehet őket rakni. Ha tetszik ez a festékfolyatási technika, akkor jöhetnek a lájkok, és kíváncsi vagyok, hogy a három képből melyik tetszett nektek a legjobban. Az inspiboxokat, akár a Colorflow-t, akár a többi másokat is most már nem csak a csorban, de pont holdalon tudjátok megvásárolni, hanem élőben is megnézhetitek az Inspirációk élménystúdióban, ez Budapesten, Kispesten található, pontos címet a csorbanta.hu oldalon megtaláljátok. Remélem, hogy tetszett ez az unboxing, ez a kis alkotós videó, és ti is elkészítetek a saját verziótokat, merre alkotni hashtaget használjátok Instagramon, TikTokon, mindenhol, ahova feltöltitek az alkotásaitokat. Legyen szép napotok, sziasztok, szép kreatív napot!